Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Kezdődnek a munkálatok. Felújítják a ladicsházat és a 100 éves cukrászdát. Jó a fürdővíz minősége. Fürdésre alkalmas valamennyi vármegyei szabad strandvize. Közmeghallgatás a Városházán. Aktuális ügyekben kérhettek tájékoztatást az érdeklődő polgárok. Előadás Petőfiről. Az ünnepi könyvhéten Reisinger János látogatott Gyulára. Családi nap a Dürerben. Több év kihagyás után rendezték meg a programot. 784 millió forintból korszerűsítik a 100 éves cukrászda és a Ladicsház épületét. A kedd délelőtti sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester jelentette be, hogy hamarosan megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. Ez a nap híre. Kedd délelőtt aláírták a 100 éves cukrászda és a Ladicsház felújításáról szóló kivitelezési szerződést. A beruházás jelentőségét a két épület várostörténeti, valamint a mai turisztikai életében betöltött szerepe adja meg. Az épület korát tekintve a Délalföld legértékesebb emeletes polgárháza. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, még 2015-ben kezdték el a megalapozó kutatásokat és a tervezést. Az akkor készített örökségvédelmi tanulmányból kiderült, hogy a ma is látható homlokzat tagozódása 100%-ban az eredeti. A hamarosan kezdődő felújítás fontos állagmegóvási munkákat tartalmaz. A cukrászda térszerkezetét érintően fontos változás lesz, hogy a fagyispult mögötti vizes blokkot elbontják, és az is fogyasztótér lesz, tehát növekszik a cukrászda fogyasztótere, több vendég fér majd be. A vizes blokk pedig átkerül egy új földszintes épület részbe. Itt az udvaron van egy építészetileg teljesen értéktelen földszintes épület, az Esze Tamás utcai része, az elbontásra kerül, és ott épül meg egy új épület, és abban lesz a vizes blokk, tehát oda tudnak mosdóra kimenni majd a kedves vendégek. Görgényi Ernő kiemelte, a nyári időszakot is érinteni fogja a munka, ezért a Ladicsházat be kellett zárni. A 100 éves cukrászda pedig szeptemberig működik. Az utóbbi esetében egy rövidebb őszi bezárásra lesz szükség annak érdekében, hogy a belső munkálatok során ne zavarják a vendégeket. A Ladicsházban a teljes belső berendezés megmarad. Az épület állagmegóvása során kiépítik a fűtésrendszert, modernizálják a jegypénztárat, öltözőket alakítanak ki a dolgozók számára, és közönségtájékoztató berendezéseket helyeznek el. A tárlat kibővül, eddig nem lehetett látogatni a Ladicsház fürdőszobáját, éléskamráját és konyháját, ezentúl az is látogatható lesz, rendesen berendezve. A nagyméretű istállóban múzeumpedagógiai termet fogunk kialakítani. A főépületnek is felújítjuk a tető, fa és födém szerkezetét. Új cserépfedés, hódfarkú cserépfedés kerül a tetőre. Az udvar változatlan formában fog megmaradni, ahol szükséges a téglaburkolatot javítják és pótolják. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a két egymás mellett lévő épület Gyula polgári fejlődésének két ikonikus épülete. A Ladicsház bemutatja egy jellegzetes 19. századi alföldi polgárcsalád világát. A 100 éves cukrászda épülete pedig nem csak az enteriőr tekintve hiteles, hanem egykor ez volt a polgári élet jellegzetes színtere is. A két épület felújítása valamivel több mint 784 millió forintba kerül. Hamarosan elkezdődik a munka, és még idénbe is fejeződik. Fürdésre alkalmas valamennyi Békés vármegyei szabad strandvize. Jó a fürdővíz minősége a Békés-Dánfoki, a Dobosszanazugi és a Gyula városerdei engedélyezett természetes fürdőhelyen, illetve a gyomaendődi Pályer kempingben és a gyomai szabad strandon is. Derült ki a kormányhivatal népegészségügyi szakembereinek összegzéséből, akik az idény előtt minden szabad strandvizét bevizsgáltatták. A fürdőzők egészségének védelme érdekében a természetes fürdőhelyek vízminőségét, valamint a közegészségügyi követelmények betartását folyamatosan ellenőrzik a szezonban. Az üzemeltetők a nyár folyamán havonta egyszer vizsgáltatják be a megbízott, akkreditált laboratóriummal a vizet.
A mintákban szennyezésre utaló baktériumok jelenlétét figyelik. Az eredményről minden esetben a népegészségügyi hatóságot is tájékoztatják. Békés vármegyében nincsenek fürdésre kijelölt, engedélyezett tavak. A nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, hiszen ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik. A fürdés higiénés feltételei nem biztosítottak. A közegészségügyi veszélyeken túlmenően, alapvetően a baleset veszély miatt tilos a fürdőzés, például egyebek mellett a bányatavakban vagy kompátkelők közelében. A törvényi előírásoknak megfelelően az elmúlt héten tartotta meg éves közmeghallgatását a gyulai képviselőtestület. A fórum személyes találkozási lehetőséget kínált a gyulaiak számára a problémák felvetésére. Az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően tartott közmeghallgatást az elmúlt héten a gyulai képviselőtestület. A Városháza dísztermében tartott esemény személyes találkozási lehetőséget kínált a lakosság számára, ahol választ kaphattak a felvetett problémáikra. Ezúttal a fűkaszálás, a nehezen járható külterületi utak és a közvilágítás állt a középpontban. Az online kapcsolattartás lehetősége átalakította az elmúlt másfél évtizedben az önkormányzati közmeghallgatásokon a személyes érdeklődést. Míg korábban az évi egyszeri alkalmakon megtelt érdeklődő a díszterem, ma már csak néhányan vesznek részt ezeken, előnyben részesítve az állandóan elérhető virtuális teret. Görgényi Ernő polgármester elmondta, mi jellemző a gyulaiak évközbeni online érdeklődésére. Témafüggő és időszakfüggő, amikor van valami e-mailben is, illetőleg a Facebook oldalamon kommentek, vagy pedig messenger üzenetek formájában is szoktam kapni megkereséseket, de mivel ez egy közepes város Magyarországon, ezért akár az utcán, vagy a boltban, nagyon sok helyen, amikor találkozunk emberekkel, én is és képviselőtársaim is, akkor szoktak mondani különféle ügyeket az emberek, és meg tudjuk azokat is beszélni bárhol, úgyhogy ennek nálunk nem akkora jelentősége, mint egy nagyvárosban. A közmeghallgatáson résztvevők több a gyulaiak életét érintő témákat vetettek fel. Ezek közül a külterületi utak állapotára vonatkozó, illetve a közvilágítást érintő kérdésekre helyben kaptak választ a gréniumtól, míg a továbbiak megválaszolása levélben történik. A magyarországinál is jelentősebb kultusza van Petőfi Sándornak olyan országokban, melyekről alig ha gondoltuk volna ezt. Reisinger Sándor irodalomtörténész az ünnepi könyvhét egyik gyulai előadásán Petőfi gondolati költészetével foglalkozott. Nagy kérdéseket vett fel újszerű formában a Világosságot című Petőfi vers, melyet javított Hamlet monológként is értelmezhetünk. Ez volt az alaptétele Reisinger János péntek esti gyulai előadásának. Az ünnepi könyvhét programjainak részeként az irodalomtörténész úgy fogalmazott, ebben a műben Petőfi az általa egyébként igencsak nagyra becsült Shakespeare-t osztja ki, mivel szerinte nem a lenni vagy nem lenni az igazi kérdés, hanem az, hogy használni a világnak, illetve hogyan használni a világnak. 1847-ben, tehát 24 éves korában írta Petőfi ezt a verset. Talán a magyar költészetnek, hát 24 éves emberről ezt kell elmondanom, hogy a legnagyobb gondolati versét megírta, hogy baj van az emberrel. De hogy lehetne az ember más? Hogyan lehetne az önző emberből mondjuk önzetlen ember? Meg magának élő emberből másokért élő ember? Meg mi a boldogság? Hisz minden ember másban leli, vagy senki sem találta még meg? Csak mindenki vágyakozik rá, csak a maga érdekeit hajhásza. Hát az Őrült című vers arról szól, hogy vagy én vagyok őrült, vagy ez a világ őrült meg. Reisinger János azt mondta, Petőfi költészetének kétharmada gondolati költészet, nem pedig dal, előbbieket mégis jóval kevésbé ismerjük. Nem úgy a világ más részein, bizonyos országokban sok magyar számára meglepő tisztelet övezi Petőfit. Kínában 73 éve Petőfi kultusz van, folyamatos, tehát nem 200 évre, egy évre vagy két évre. Kínában 17 Petőfi verset kell tudni egy gimnazistának. Nem a címe szerint, el kell tudni mondani.
és Bulgáriában is 5-6 vers. Magyarországon az emberek a rége, az én nemzedékem tudja mondjuk a Füstbe ment tervet, vagy a Anyám tyúkját, vagy nem tudom, a 19. század költőit, vagy az Egy gondolatban tengemet cím szerint, de én még Magyarországon embert nem találtam, aki 20 címet el tudott, vers címet. Tehát 860 verset írt Petőfi, 6,5 év alatt. És ezek közül, hogy a könyvemben, amit most jelentettem meg, hogy ki nekünk Petőfi Sándor, legalább 220 nagy mű, de 70 remek mű. Reisinger János egyfajta küldetésnek tekinti, hogy az országot járva minél több emberrel megismertesse azt a Petőfit, akit a világ jelentős részén már nagybecsben tartanak. Több év kihagyást követően ismét Dürer családi napot rendeztek a festőművészről elnevezett iskolában. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek és a szülők együtt töltsék az időt. 2018 után pénteken ismét megrendezték a Dürer családi napot. A házigazdák közel 20 különböző programmal készültek a megjelenteknek. Többek között kézműves műhelyek és arcfestés várta a fiatalokat, valamint a sportolási lehetőségükről is gondoskodtak. Az egyik állomáson csipeszekből lehetett krokodilt csinálni. Én azért vagyok itt ezen a családi napon, hogy anyukámmal, testvéremmel, apukám is be fog kapcsolódni, és hogy velük töltsek egy kis időt. És mindenféle állomáson meg szeretnék állni és kipróbálni. Erre az alkalomra az iskola könyvtárát átrendezték a szülők számára Dürer kávézónak. Az eseményen a diákok mellett számukra is szerveztek programokat. Nagyon örülök, hogy eljutottunk, bár az idő nem engedte, hogy az udvaron legyen a rendezvény, mert a Covid miatt elég sok év kimaradt, ha úgy nézzük, tavaly meg nem voltunk itthon. Megoldották nagyon ügyesen a pedagógusok, hogy ez bent zajlik ez az esemény. Mi elsősorban a tombola miatt jöttünk, ezt nagyon várjuk, de a süti versenybe is neveztünk. Itt a fiúk, ugye főleg a fiúk, akiket érdekel az off-road kisautók tereprallia, akkor kézműves ilyen tevékenységek folynak termekben. A családi nap célja az volt, hogy a gyerekek és a szülők együtt legyenek egy rendezvényen. A pénteki eseményen több mint 500-an vettek részt. Nagyon fontos számunkra, hogy a gyerekekkel, a szülőkkel és mi egymással a Dürer iskola közössége közösen tölthessünk el kötetlenül szabadon időt. 17-18 különböző programot, tevékenységet terveztünk, és egészen a legkisebb korosztálytól akár a felnőtteknek is szórakozást tudunk biztosítani. A megjelentek a nap zárásaként a tombola húzást várták a legjobban. Június végén kezdődhet az őszi árpa és a búza betakarítása a Gyulai Agrár ZRT-nél. Rövid hírek következnek. Medárnapon tartották a hagyományos, az aratást megelőző gépszemlét a Gyulai Agrár ZRT-nél. A jelenlegi csapadékos időjárás kedvez a kalászosok növekedésének, ugyanakkor az aratás kezdete elhúzódhat. Az eddigiek alapján a szakemberek sikeres mezőgazdasági évre számítanak. Az aratást megelőző szemlére a műszaki felkészültség ellenőrzése mellett elsősorban tűzvédelmi, biztonsági okokból van szükség. Csomós László műszaki vezető elmondta, 23 mezőgazdasági járművel készülnek fel az idei betakarításra. Június elején már túl vannak a tömegtakarmányok betakarításának egy részén. Ancsin Péter cégvezető elmondta, eddig az idén rekordmennyiségű szenázs növény sikerült betakarítani. Régi mondás, ha a nyár elején sok a csapadék, a széna megfeketedhet, a búza viszont fehér lesz. A mostani csapadékos időjárás kedvez a kalászosok növekedésének. A várható jó terméshozam az ígéretesen kezdődő mezőgazdasági év folytatása lehet a Gyulai Agrár ZRT-nél. Szombat délután Gyulán a Várkertben rendeztek jótékonysági motoros felvonulást a koraszülők babák támogatására. Az első alkalommal megszervezett eseményre az ország minden tájáról érkeztek a segítő szándékú motorosok. Magyarországon a várandóságok 8-9%-a végződik koraszüléssel, amely évente 7500-8000 korábban érkezett gyermek világra jövetelét jelenti. A Békés vármegyei adatok száma megközelítőleg azonos az országos számadatokkal.
a társadalmi összefogás elengedhetetlen egy-egy jó ügy kapcsán. Ennek volt egyik kiemelt Békés vármegyei példája a viharsarki koraszülött mentő autó elindulása. Jalekné Rózsebölgyi Katalin nemrég Békés vármegye koraszülött nagykövetének választották. A civil összefogás erejét emelte ki a korszerű, koraszülött és gyermekmentés kapcsán. A segítségnyújtásnak számos formája és motivációja lehet. Csernyik István, a Gyulai Zeneműhely Egyesület vezetője elmondta, hogyan fogalmazódott meg benne a jótékonysági motoros felvonulás gondolata. A viharsarki koraszülött mentő alapítvány által működtetett mentőautó elindulása óta eddig mintegy 900 gyermeknek segített. Abdurrahman Abdurrab Mohamed elmondta, minden segítség számít, hiszen csak így tudnak további életeket megmenteni. Az első gyulai jótékonysági motoros felvonulás 125 résztvevője közel 500 000 adománnyal segítette a Békés vármegyei koraszülött mentést. Május közepén országjáró körútra indult Mohácsi Klaudia. A mézkirálynő a hazai mézet népszerűsíti az ovisok körében. Felkeresi a vármegyék székhelyein valamelyik zöld óvodát, de más településekre is eljut. Látogatásának az a célja, hogy már a legkisebbek is megismerjék a méhészkedés eszközeit, a védőruházatot, kóstolhassanak mézeket. A mézkirálynő kiemelte, az évek során a méhészek és a méhek hallakó területeken kívülre szorultak, ezért a gyerekek a hétköznapokban nem találkozhatnak velük. Mohácsi Klaudia hangsúlyozta, méhek nélkül nincs jövőnk, így fontos, hogy minél fiatalabb korban felhívják a figyelmet arra, hogy vigyázzunk a méhekre. A program célja az, hogy elmélyítsék az emberekben a magyar méz sokoldalúságát. A méznek többek között az egészségmegóvásban, a szépségápolásban, a gasztronómiában, valamint a gyógyászatban is fontos szerepe van. Pfaff Ferenc alakját idézték fel péntek délután a Szecesszió világnapjának egyik gyulai programján. Az esemény résztvevői virágokat helyeztek el a gyulai születésű építész sírjánál a Szent József temetőben. Pfaff Ferenc 1902-ben szerzett építész oklevelet, Gyulán is jó pár épületet tervezett. Bagyinszky Zoltán, a Szecesszió világnapi programok szervezője elmondta, szeretnének maradandóbb nyomot hagyni a városban, és a stílus irányzat jeles helyi alakjának állítanának emléktáblát. A szecessziós világnapi programok részeként online kiállítást rendeztek, vetített képes beszélgetést és másfél órára tervezett sétát tartottak, de Gyula mellett még Aradra is elért a rendezvény. A guberálók által összedúrt hulladék maradt Békés Csaba több pontján. Lapszemle következik. Rendet tesznek a lomtalanítás után. Békés Csaba néhány pontján, jellemzően lakótelepi környezetben nagy mennyiségű, a guberálók által összetúrt hulladék maradt a helyszínen, írt a közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester. A város vezetője hangsúlyozta, fontos a város rendezettségének mielőbbi helyreállítása, ezért megtárgyalták a problémát és intézkedési tervet készítettek. Több évforduló a hajdúságban. Bosák Nándor püspök gyémánt miséjét és az Egyházmegye 30. születésnapját ünnepelték Debrecenben, írta a Magyar Kurír. A hálaadó jubileumi szentmisét megelőző hetekben az Egyházmegye számos programot szervezett. Petőfiről a Munkácsiban. Felolvasó estet tartottak a Békés Csabai Múzeumban. A gyűjtemény közösségi oldalán arról számolt be, hogy a résztvevők a korabeli Pilvax kávézó hangulatát megidézve kóstolhatták meg a lepárlós kávét, amely mellé Kossuth kiflit fogyaszthattak. Idén is lesz városnézés. 2023-ban is tervez városnéző sétákat a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. A Békési Újság azt írta, az első alkalomra június 16-án kerül sor. Szerdán még nagy eséllyel szárazabb, csütörtöktől újra csapadékosabb időre készülhetünk.
A hétvégén záporok, zivatarok jöhetnek. Szerdán napos és felhős időszakok váltják egymást. Gomoly felhős időre készülhetünk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet az éjszakai 9 fokról, a kora délutáni órákra 25 fokig melegszik föl. Csütörtökön egyre több lesz a felhő, zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet pedig 12 és 26 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Kezdődnek a munkálatok. Felújítják a Ladicsházat és a 100 éves cukrászdát. Jó a fürdővíz minősége. Fürdésre alkalmas valamennyi vármegyei szabas strandvize. Közmeghallgatás a Városházán. Aktuális ügyekben kérhettek tájékoztatást az érdeklődő polgárok. Előadás Petőfiről. Az ünnepi könyvhéten Reisinger János látogatott Gyulára. Családi nap a Dürerben. Több év kihagyás után rendezték meg a programot. A Gyula TV híradóját látták. A most következő pódiumban a 100 éves cukrászda és a Ladicsház felújításáról tartott sajtótájékoztatót láthatják. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!